Csati papi, mami, sziasztok gyerekek, üdv a Csatin! Hogy a helyzet van? Hogy a helyzet van? Kipörnek van egy csomó dolga, amit meg kellene csinálni. Hú, gyerünk, húzzunk bele, mert van egy csomó dolgom, amit meg akarok valósítani, és rengeteg dolgom van, de fú. Újra terveztem, újra gondoltam a dolgokat, hogy mit fogunk csinálni a mai részbe, és igazából... Great to see you, Master. Megpróbálunk mindent megcsinálni, mindent elérni, mindent is elérni. Úgyhogy nem is húzom az időt azzal, hogy elmondjam, hogy mit fogok csinálni, hanem csinálom, jó? Úgyhogy bocsánatot kérek érte. How may I assist you? Jó, inventoryból mindent kiszedtünk. A motorunk az hol van? Nálam van a motorom? Hol a motorom? Hol raktam a motoromat? Várjátok, hol hagytam a motoromat? Letámasztottam? Mert ugye ki kellene pakolni belőle. 18 óra 45 van, egy csomó mindent szeretnék még csinálni. Ezen a napon rájöttem, hogy össze kéne kapni magunkat egy kicsit. Na, nem fér be minden. Jó, húzzunk bele gyorsan. Szomjasak vagyunk egy icipicit. Fú, gyerekek, kitaláltam ugye, hogy lesz a garázs, az mindenképpen mély garázs lesz, de viszont ahhoz, hogy mély garázst építsünk, lenne egy-két dolog, amire szüksége lenne a Keepernek. Fegyver nincsen? Modifikáció van egy csomó, úgyhogy azokat akkor kiszórjuk. Fegyvermód, ilyen mód, olyan mód, és fegyver alkatrész, ami rengeteg van. És ezeket majd előbb-utóbb ezeket egy kicsit fogom szelektálni, meg fogjuk nézni. Figyeljetek, ezt az egyéb craftba berakom ezt a szart, meg ezt is berakom. Mi van a mi egyéb craftba való? Ez van az mi egyéb craftba való. Van egy csomó piakaja, gyorsan kimegyek még a motorból, kiveszem a dolgokat, aztán akkor mindjárt veretjük ám neki. 18.55, legkésőbb 20 órakor el kellene indulni. Hopp, azt hittem, hogy kiférek, hülye vagy? Hát ha zombi nem fér ki, akkor én sem férek ki. Csak tényleg ki akarom rakszedni a dolgokat, és egy kicsit reformálni kellene indom meg minden. Miért nem férek be? Ja, erre kíváncsi vagyok, hogy fogom megoldani ezt a föld alatti csodálatos dolgot. Várjátok, van még modifikáció? Modifikáció nincs, viszont alkatrész az van. Bocs gyerekek, de tényleg pörgés van, mert rengeteg dolgunk van. Várjátok, van fa, és akkor ez is oda megy. Van fa, akkor van vas, ugye? Ez is. Nézzük, hogy nincs-e valami olyan. Van még fegyver, ugye az összes fegyvert azt kirakjuk, oké. Rengeteg kaja van. Ez is kaja, hát annyira nem rengeteg, de van. Van kaja alapanyag, oké. Okay. Húsom nincsen? Nincsen, van pia alapanyag, az igazából ez. Van, ja, ott van a kaja alapanyag, jó. Meg ezt is ide rakom, van még egy gyógyszer, azt akkor kicsit rendbe raktuk a dolgokat, jó. Ezt is a gyógyszerhez rakom, bár van belőle 5 darab, ezt mennyire lehetne adni? Mindig azt nézem mi, hogy mennyire lehetne eladni. Van pia alapanyag, vagy pia. Itt van egy pia, és itt van egy kis pia alapanyag. Vagy igazából a magokat ide gyújtom, tudom, hogy ez nem kaja alapanyag, de akkor is a magokat oda gyűjti a képer. Na, van egyéb craftunk, olmunk, meg ilyenünk. Egyéb craft, ezt berakom ide, mert már szerintem nincs más belőle. Van ólom, rész. Ilyenkor egyébként semmire nem figyelek, nem is tudom milyen volt a beköszönés, hanem az, hogy rohadt gyorsan próbálkozzunk. Ez mechanikus? Mindig belekeveredek, hogy az mechanikus. Egyéb krabba menjen ez. Mi volt még itt nekünk? Ja, menjen a gyógyszerbe ez. Itt mi volt nekem? Elektromosba menjen ez, van kő, és van fegyver. Fegyver, és van kő. Stone 2, vagy ezt a pár stone-t kirakom, bár igazából ezzel nem volt érdemes húzni az időt. Na, akkor föl kell vennünk a izéket, különböző lőszereket. Az a baj, nagyon nagy baj, gyerekek, nagyon nagy baj, hogy elfogyott a izém. Elfogyott a 762-es lőszerem, gyakorlatilag gyerekek, úgyhogy a 762-es lőszerre már nem számíthatok, úgyhogy kellene lőszer gyártani, viszont ahhoz kellene nekem nitrit kell, mi kell a puskaporhoz? Gunpowder, kellene nekem szén, várja, azt hiszem, hogy volt, a stone-ba volt szenem,
Igen, ugye ez az volt? Nem olajpala volt? Ezt mindig összekerem, de ezt mindig összekeverem egyébként. Úgyhogy lehet, hogy nincs is szenem. Sőt, nincs szenem, gyerekek. Az elég probléma. Egy szenet, azt csak úgy tudnék gyűjteni, hogy tudod itt szembe. Úgyhogy akkor ezt nem fogunk csinálni most egyelőre. Nem nagyon merek nekiállni ezzel, de lehet, hogy azt kell csinálnom, gyerekek. Lehet, hogy azt kell csinálnom. Nincs szenem. Hát esküszöm, hogy arra gondoltam, hogy van szenem. Miért hittem, hogy van szerem? Ú, gyerekek, nem nagyon vagyunk. Várj, nem is jól őszert hoztam. Az a baj, a kapkodás, az nem a legjobb dolog. Nem is ezt, hanem 2-300-as pakkot elviszünk. Meg kellene javítani ezt a fegyvert, mert elég sok dolgunk lesz. Kellene innom, sokat kellene innom. Oké. Okay. Ezt is kellene. A mézet lehet, hogy el kellene minden, mert igazából a méz az mindig ideje, mindig. Mindig fogyóeszköz, mindig kellene. Gyorsan, ígyunk bőven, gyerekek. Oké, ígyunk ilyet is. Meg egy kis yucca juice-t is. Toljuk fel rendesen. A kajából is akkor vegyünk magunkhoz. Juice. Jó van, gyerekek, akkor ezt figyelj, egyelőre berakom ide, ezt meg berakom ide, és akkor így elhúzunk. Mint a vadlibák, ugye? Akkor igazából van valamennyi lőszerem, a 38 ehhez, van ehhez 400, valamennyi, van ehhez 300. Szerintem azért elég lesz. Várjatok, kellene vinnem még valamilyen gyógyszer. Gyógyszerrel mindig hadilában állok. A painkillert lehet, hogy kellene vinnem, nem? Mert a painkiller az is például mindig jó, hogyha van, mert hogyha valami olyan történik a keeperre. Oké, gyerekek, megyünk. Nálam van az üzemanyag, tankoljuk meg a motort, és el fogunk menni. Mindjárt meglátjátok, hogy hova. Megtankolok. Oké. Okay. Aztán veretjük neki. Elég nagy a fordulókör ennek. El kell menni mindenképp a traderház. Fogunk ebben a részben mindenképp építkezni, viszont egy kicsit átgondoltam a helyzetet, mivel nem sokára éjszaka lesz, úgyhogy az éjszakai küldetés meg tudnánk csinálni, és még előtte tudnék még valamit csinálni, amire szükségünk lenne. Be kellene mennünk a traderhez, úgyhogy azért 10 óra előtt oda kellene érnünk. Jó? Föl vagyunk, minden van nálam, ugye? Gondolkozzál, Keeper, hát mi az, amit ott hagytál? Nem hagytál semmit, biztos? 1,8 km van a küldetés, nincsen azzal semmi probléma. Egy tier 4-es küldetést éjszaka megcsinálni a városba, az lehet, hogy egy kicsit húzós lesz. Most érzem azt, hogy egyébként... Mindig lepattanok ezekre. Most érzem azt, hogy lehet, hogy meg fogok dögleni. Ennek a csávónak a küldetéseit szeretném nagyon tolni, mert izéket, tehát fú, de szar a hajam, gyerekek, meg sem néztem magam. Meg van egy kis ellenfény, mert még világos van ott, ha ott ki, oda kinte, kinte kunte, kite kinte, hogy a kuta kinte. Ekkora poém volt, gyerekek, ezt még a fotel szoktam mondani nevetni egyébként. Nem tudom ki, oda kinte kunte egyébként. Lehet, hogy ti jobban tudjátok. Yes! Nagyon 20 óra van, tök jó időzítünk, nem tudom, hogy hány órától lehet csinálok. Mondom, 22 órától hajnali 2-ig, vagy pedig lehet csinálni a küldetést. Viszont azt a küldetést nem fogom csinálni úgy, hogy nem fogom kétszer utolni azt az épületet. Örülök neki, ha egyszer megcsinálom, most tényleg a küldetésre megyünk, nem a főlútszól 2-re, mert igazából nem is a lútra megyünk, hanem arra, hogy ennek a küldetéseit minél gyorsabban letoljuk. Elvileg a tier 4-esnél meg fogom kapni az autót, én úgy érzem. Ja, ide azért térünk be egyébként, mert szeretnék valamit venni. What a wonderful day. Amit lehet, hogy tudnék is craftolni, de... Nem hoztam magam ma időt, de jó, már nincs is. Várj, nem TNT-nek nevezik? Hogy nevezik? Nem, nincs TNT. Várjál, hogy kell ezt megnézni? Nem. Nem TNT, hanem... Nem dinamit? Hogy van az a izé? Hogy van ez a... Molotov cocktail ammo... Dinamitra vagyok kíváncsi egyébként. Nem tudom, az hol van az? Mi? Nem tudom, miért nincsen? Nézzük át a dolgait. Ez biztos fegyvernél van, nem? De nincsen dinamit. Gránát van. 19, contact gránát. Ez block damage-et is ad, de csak 10-et. Ez nem egy erős. Gondolom, ugye? Nincs dinamit. Dinamitra lett volna szükségem. Azt nem tudom, hogy nevezik. TNT, vagy mi a szar? Mi a neve ennek, gyerekek? Valaki mondja már meg.
nem tudom, hogy nevedik. Na figyelj, mindegy 10 óráról kell érni a küldetéshez, ezt meg kellene csinálni, nem egyszerűen nem látom a dinamitot. Jó, 20 óra, 23, gyorsan letoljuk azt a küldet, jó? Gyorsan úgy érünk oda, azért akartam sietni, hogy már... Hú, megpróbáljuk vizadott a motoronkat? Ja, úgy kellene odaérni, hogy wow, kikapta egy kerékre a keepert. Sanyi, nyugodjál meg, mit csinálsz? Oké, okay, próbálom víz alatt. Ó, de jó, ez gyorsan átjuk a víz alatt. Viszonylag. Nem annyira lassú levénybe kis motor. Ez mindenképpen jobb, jobb mint a másik jármű. Jó, gyerekek, ezt meg kell csinálni. Figyeljetek, pont jó az időzítés, és hogy visszaérünk akkor még éjszaka. És csináljuk a izét, csináljuk a bázist. Mindenképp egy garást akarok csinálni, hogy amire T4-es küldetéseket végzek, és meg lesz az autó, arra legyen egy olyan garázs, amiben mindent. Ha azzal megyek, amiben akarok. Ha akarok autóval, motorra, vagy valami. Egyébként rá kéne jönni, hogy jó üzemanyagot is tudnék csinálni, én úgy gondolom. Ebből az olajpalából, vagy mi a francból. Abból majd kéne lepárolni. Ebből meg is van hozzá szerintem mindenem, meg talán tudok is csinálni. Oda nézzetek, gyerekek, megyem a driftelés. A jó ki van tóló hátrafele, ez ilyen dragster gép, gyerekek. Jó van, jön a madár. Egyébként nem vágom, hogy mi a szarért tud utolérni. Ott jön. Hogy miért nem akad le, vagy mit tudom, én nem vágom azt. Jó. Valami nagy épület együttes szerű. Hülyecsém, ezt fejbe lőttem, valahogy közvetlen közelre. Jó, menjünk gyorsan. Menjünk, 70%-on van a... Nagyon sokat eszik egyébként ez a motor, nagyobb a tankja is szerintem. Ó, hogy rohadjál meg. Ó, nincs semmi gond. Kutya, bazze. Kutya, kutya volt. Kutya, az leakadt. Úgy látom leakadt. Na, nézzük meg, hogy hova kell bemenni éjszaka. Elvileg valami... Be kell kapcsolni valami generátort. Hú, azt nem mondta, hogy az építkezés, mert azt nagyon élném. Azt ugye tudjuk, hogy is volt végig, de pedig az építkezés az... De jó, nagyon örülök neki! Az építkezés, az csak éjszaka tudom elkezdeni. Nem baj, tök jó. Jó, oké, gyerekek, szuper. Szuper az. Nem is engedi, ugye? 22-től egyig lehet elindulni. Ó, nagyon frankó! Ez nem volt könnyű, sőt, ez nehéz volt, de nem baj. Egyáltalán nem baj. Tök jó. Még egy óra múlva tudom elkezdeni. Nem tudom, hogy az a TNT az hogy a francban van. Nem TNT? Vagy robbanóanyag, vagy... Explosion. Rocket launcher. Dinamit, az hogy írja? De itt van! Tudok csinálni dinamitot. Mi kell? Fiber kell hozzá, gunpowder, duct tape és papír. Tök jó. És akkor fel tudom robbantani ezt a szart. Na várjátok, közben idejük. Incoming enemies, prepare for conflict. Egyre többen futnak, sőt, nagyon sokan futnak most már. Zombik közül, úgyhogy ez egy kicsit kellemetlen. Itt nem sok lőszerem van. Már nem sok jó lőszerem van, úgyhogy azt majd be kell osztanom, okosba kell csinálnom. Közben körülnézzünk egy kicsit, vagy ne? Addig. Nem kell pazarolnom a lőszert, azt a keveset is. Ugye 300 darab pisztolylőszerem van, ami nem nagyon hatékony. Ebből van 408 darab, esetleg majd fogunk kapni közben. Nem tudom, egy kicsit. Egy órát még el kellene töltenem valamivel. Valamivel mi. Rendőrség voltunk már, nem tudom, hogy mit lehetne. Azt a kicsi épületet, azt kilutoltam? Nem, azt nem lutoltam, azt lutoltam ki. Figyeljetek, be kéne nézni valahol, akkor már nem van még egy órán. Ilyen kisebb épületet szerintem pikpak kilutolnám, de figyelj-e! Öcsém, hallod? Most már több fut, mindamennyi nem fut. Úgyhogy ez kellemetlen tud lenni. Na mindegy, ide bekukkadtok, jó? Tenélünk, hát ha van valami.
Ez csak egy garázs? Garage? Aha. Megjöttek a csávók. My senses have picked up something. Még van egy. Ah, csak menj oda, mert itt nyugtalan, akkor itt hallok. Ott volt egy kutya is. LOL. Jó van. Az csak egy... Nincs semmi gond. Kicsit aggodalmaskodik a képet, pedig nem kellene azért annyira. Ez egy ilyen garázs, gyerekek, ide be tudnék állni. Tök jó lenne, lehetne lopni autót. És mi van? Egy kutyaház. Hát ez nem volt egy nagy eresztés, mi? Meg kalmi semmi értelme nem volt ezt megcsinálni. Egy árvalútem volt, de legalábbis... Úgy érzem, hogy nem. Semmi? Nem hiszem el. Csak volt valami. Majd csak valahogy föl lehet ideugrani? Ez egy táska. Hoppa. Jó, te fiú, ezt szórakozzál velem. Nem mondod, hogy ide, most. Itt tök a részek. Cseszem el az időmet. És nem itt volt a táska. Ne ásóva! Már rég rámaltottam. Hol lesz a szar táska? Ebben lesz a jó út, gyerekek. Ó, tök érdemes volt tényleg. Na, 37 van, orientálódjunk oda, hogy egyből neki tudjak állni. Ebben van valami? 31 lősze, jó, tele van a izai, úgyhogy ha nagy szar van, akkor esetleg. A 2762-es lőszer adagolómat, azt a legutolsó pillanatban szabad nekem. I've got a bad feeling about this. Legutolsó pillanatban szabad felhasználnom. Oké? A nem futó zombikra pisztoly. Erőltessük a fejlővést amennyire lehet. Kicsit kipucolom közben, mert ne legyenek ilyen árókelő zombik. Ott egy nyúl. Oké. Néha érdemes célozni, és ez nem csak lőni, mint a barom, nem? Gyerekek, itt hiányzik nekem valami. Mi volt ott? Tényleg úgy érzem, mintha hiányozna. Egyébként elosztottam volna a magnumot, abban másfajta lőszer van. De hát jó, nem baj. Mindjárt állunk is neki ám. Ugye futni fogna az összes zombi, arra készüljön. Jaj, meg mondom magamban, hogy a nem futó zombikra vagy pisztolyt használok. Hát ugye vagy keeper? Hát ez nem nagyon fog menni neked. Ó, gyerekek, akkor serétes fogunk használni. Hát valószínűleg reméljük, hogy nem fog olyan rohadt sok jönni. És ha megcsináltuk, akkor abban a pillanatban rohadunk meg a szarosok. Marja? It is a pleasure to serve. Ami nagyon nem kell, jó? 53. Hát egy kicsit be vagyok szarva. Azért tényleg egy üző, egy tír. Tír 4-es küldetést üzőjében éjszaka. Itt aztán mindenki fut, mind az... Áh, nem biztos, hogy meg fogom tudni csinálni. Most azon gondolkodok, gyerekek. Egyébként ilyenkor egy hálózsákot ledobhatnánk ide, nem? Vagy nem tudom. Nem szokták úgy csinálni a nagyok? Jaj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 
10 óra. Oké, gyerekek. Figyelősbe, jó? Leave, ki van írva, baze, hogy hagyd el a helyet. Keeper van itt keményen. Vereti. Nagyon para lesz. Készüljetek, nagyon para lesz. Össze fogjuk fosni magunkat. Koncentráljuk be ezek. Oh! Ilyen a brutál parhely. Nagyon durva, nagyon fosva most a csép.
Hogy ah, nagyon para. Nagyon para, nagyon para. Sötét van, basz. Tudnám, orró hangja. Jézus Isten! Besötétítettem, gyerekek, hogy lássak, jó? Incoming enemies, prepare for conflict. Basta! Ott a generátor-e? Látod? Öcsém! Dík föket, bazze! Jézus Mária! Mi a? My senses have picked up something. Be vagyok fósú, gyerekek. Nagyon. Ez nagyon kemény az a hely. Az ilyen... Összefosod magad. Hallod, előttem már 40 lőszert. 30-at. Ezt még itt vagyok a földszinten. Nyugodjunk meg egy icipicit. Mentek ki a francba, komolyan volt a biaszar van itt hallod. Nem tudok bevenni, miért nem?
éjszaka tier 4-es küldött, és én sem lehetek ilyen hülye, hallod? Incoming enemy, prepare for conflict. Ah! Figyelj, csávó! Nem tudom, föl tudnak-e jönni. Szerintem nem. Összefosol maga vele a helyen, komolyan. Az idegesítő ugye, hogy ezek futnak, mint a barok. Master, we are not alone. Jó, meg vagyunk. Jó, átugrok. Figyelj, idejük. Távolsági dolgok, nézzük át minden, bazze. Ez baromparra ez a hely. És nagyon kemény ez a hely, gyerekek. Rott, sötét. Nehogy elkezdjen esni az esőm, alatt megőrülök akkor. Akkor mindjárt föl is adom magad, komolyan mondom. Eső ne essen, hallod? Attól megőrülök. Na, ott már megint szivatás lesz, jó van? Kis nézelődjük, jó? Fabazd, aztán marhára kell. Na, várjál már. Nézzük meg, hogy kis köcsögök nincsenek, de egyébként ez baró magas. Nem biztos, nem. Ki van találva, hogy ne lássa rá mindenre. De talán valahonnan kisejlik valamelyik kis köcsögnek a... Ilyenkor már elvileg be kell neki spódolni, nem? Figyelj, mi lenne, hogyha... Ah, nem megyek oszlopokon. De azt kellene csinálnom, átugrok. Nem, átugrok azt, majd valami lesz, nem? Nincs senki. Hát most csoda történt, tapad. Jó, lőszer! És 762, nehogy legyen ám. 762, nehogy legyen, jól érez magad, bazze. Ide fölvegyek, itt biztos, hogy lesznek. Ah, díj felirat van, bazze. Nem nagyon szó szivatás. Olyan úgy megvan, hogy sűrve a helyek a ez nem madár volt? Szart nem, hülye madár. Kettő madár. Ne! A rohadt életbe! Három madár, te! Az mi az az 1 óra 39 percig? Min van nekem már meg izé problémája csávónak? Meg van zuhamba, hallod? Nehogy már izé, hallod, vitamin. Mindenem van, bazaj, csak vitamin. De van. De van vitamin. Uram az így. Jó, eddig amúgy nem állunk, az nagyon szarul ám. Várjál, van ilyen izé, ez is jó, nem? Ez jobban beviszi az izét a gyógyítás, hogy hogy kell értelmezni ezt? Ilyen madár, bazaj. Ah,
fel a csövekre. Itt megint szivatás, tudom már előre. Nem látunk rá valamire? Nem. Kérd volna, várjál, van fa blokkom? Na, nem 62-t, azért 10-et elég. És akkor lehet, hogy azt csinálom, hogy izé, ránézek fölülről. De jó, észrevett valaki valahol. Van, tudja, hogy vannak buzik. Nem mest... Nem mestőlövész puskával kell volna lehet lőni. Jó van, bazza, bocs, hogy itt töntök a rögre. Parázik a kipről, mint a szar. Hogy ne... Ah, nincs kedve. Ott a csáva, figyelt, ott héder az egy kapát. Mondta vél, hogy itt 10 év az a szivatás. Berakja őket. Na most megindultak mind a tavaszi virágok. Azt a betyár! Na erre nem számítottam, hogy ezek ide jönnek. A fiú, már meg beteg vagyok. Jó. Jó, az érdekel egyébként legkevésbé egyelőre. Jó, itt át tudok menni ilyen tök jó. Ott is ott a csávó szerintem. Ők is át tudnak jönni, jó van, de ennek semmi, sok értelme nincsenek. Ennek az egy trükközésnek, de jó, azért megúsztam egy kicsit. Talán. Simán át tudnak jönni az oszlop mellett, baza. Jó, viszont ez jó volt. Már ány, de jó, hogy szeget kaptam. Jó, legalább kiugrosztottam őket a bokorból. Az nagyon szopás egyébként, hogy ugye futnak, mint az őrültek. Még annyira nem is lenne gond, hogyha nem rohannanak. Gránát kellene, bazze, legközelebb rá fogunk állni arra, hogy gránátot is hozzunk magunkkal. Úgy látom, hogy itt már szükségeltetik az is nekünk. Hogy legyen gránátunk. És itt is lett volna, hogy jövünk át, és itt rohangáltak volna, ugye? Jó, akkor megint itt izé, ahhoz, hogy a szivatási problematika lesz. Hát itt biztos megszivatnak gyerekek. Miért nem? Ja, de jó, hogy jó, itt, oké. Na miért nem jó, hogy itt, de jó, hogy itt. Ilyen trükkösre vesszük a dolgokat, bocs ez. Át kellene skubiznom, hogy hol vannak köcsögök. Még mielőtt beszélnek, megszivatnak, tudod? Így akkor rálátok. Hát ha. Oda fölmehetnék. Gyanúsan kemény ez a hely. Azzal nem néztem a generátort. Ja, ki kell pucolnom, a generátort bekapcsoltam, ki kell pucolnom. Jó, nincs semmi van. Figyeljetek, ide lekukkantunk. Ilyen képpel. Aha, gondoltam. Ilyen helyre azért jó lenne a gránát, érted? Biztos vagyok benne, hogy nem csak egy köcsög van. Master, we are not alone. Ha. Yeah.
Jó, nem volt rossz. Clearálni kell a helyet. Nem tudom, lemerjek-e menni. Nem az lesz, hogy rám ugranak valahonnan. Ki tudok jönni, ugye? Ki tudok jönni, jó. Elrohadt a csetje. Para, para hely. Van egy kis lőszer, talán nem csak sörét. Aha, nem csak sörét, igaz. De jó, bazza. Pisztoly lőszer. Jó, most ezzel megyek. Hoppa. Emlékszem ez a hely. Régen is kemény volt. Emlékeztek, mikor még följöttünk, és akkor nem tír akárhányos köcsögök voltak. Gondoltam, lesz akar. Szóval megnéztük, jó. Mi legyen a következő? Szerintem nem kellene direktbe fölmenni, nem? Azt a betyár gyerekek, oda rézzé, tesó! Na, ez jó voltam. Ez tetszett. Remélem, nektek is. És ide ne ugráljanak be, mert akkor baj lesz. Mondom, a főút környékén azért még lesznek nem kevesen. Ott még elvileg arra van valami ellenség. Nem megyünk körbe, itt nem szabad le. Aha. Még mindig tisztítani kell a területet. Jó, van egy kicsit várjatok, itt egy kicsit körüljárok, aztán megnézzük, hogy van-e valahol buzi. Most tényleg most nem nagyon merek őrjöngeni. Nem szeretem ezeket az éjszakai mókákat annyira. Ott szembe szerintem vannak még, ott valahol. Hoppá. Nem olyan büszkék vagytok a Keeperre, milyen okos, hogy ott tuti, hogy vannak szembe. Azt majd mindjárt meglepjük őket. Hoppa. Ez megint egy nagy csapda lett volna, hogy leszakar, ezekre mindig rohadtul kell figyelni. Ott szerintem vannak egyébként gyerekek, ott. Ott valahol. El nem hiszem, hogy ott nincsenek. Hát merjek ugrani? Jó. Ó, egy hatos pipe shotgun, baza. Arra gondoltam volna, hogy ott vannak, de úgy látom, hogy nincsenek, úgyhogy akkor meglátogatjuk a dobozt, meg a lőszert. Nem adja nagyon a cuccot. De nem is a lootra megyek igazából, hanem tudod mire. Küldetés legyen meg még egy tier 4-es, és akkor javítunk itt az átlagunkon. Megyünk föl egy szinttel följebb, bár... Hát, hogy valami okosabb... Még nagyon magasan... Lehet, hogy valami okosabb megoldás kellene, úgyhogy lehet, hogy itt rafkózunk kicsit. Nem merek venni arra... Tutira szivatás lesz, gyerekek, tutira szivatás, ezt a... Kitől valahogy nem szeretné, hogy szívassák. És tudja, hogy itt is vannak, érted? Nincsenek? Beszarok, ha nincsenek. Itt. Meg még följebb. Kicsit köcsökködünk, rálátunk, ülélünk, sniperunk. Tudok valahova fölmenni, úgyhogy... Aha, a tetejére. Valahogy lejövünk. Ó, oda nézzé. Oda nézzé. Zöld zombi, meg minden van. Ó, egy csomó zöld zombi, hallod? Azt nem tudom, hogy... Aha. Csomó zöld zombi. Ott is egy csávó, figyelj.
Ez volt egy akna. Hát ezek ide kellene a gránát nagyon. Robbanó hordó gondolom nem működik, várja. Lehet, hogy ízé szétsznájpoljuk őket ezzel. Figyeljük, figyeljük. Leesett a balfasz. Lehet, hogy át se tudok lőni. Három lőszer, gyerekek, nem sok. Viszont az megvolt. Szétsznájpoljuk őket, gyerekek, szétsznájpoljuk. Aha. Eltalál rá kíper, de az leesett tapab. Az ilyenkor nem hal meg, mi? Jó, de nyugi is van, gyerekek, nyugi van, jó van. Jó ötlet volt, mi egy kicsit kerülni. Na, jó, jó. De utam, csak itt nehogy leessek. Hát itt egy kicsit bevállalósak legyünk. Baszod! Uhuuu! Eskü eltaláltam! Bazzem, mi volt ez? Komolyan mondom, ez egy őrült. Ja várj, hoztam mézet, de hülye vagyok, biztos mondjátok, hogy hülye vagy képer. Hát nem is tévedtek nagyot. Ah! Esküszöm beszartam, hallod? Keményen. Esküszöm beszartam. Nagyon próbálom normálisan csinálni. Tényleg szar, hogy minden fut ugye ilyenkor. Fújtatótervre, jó, eladásra jó lesz, gyerekek. Eladásra jó lesz, mi meg van, mi? Üllőlapát. Ilyennek még az alkatrésze is jobb. Na, oké, ezt szétcsapjuk. Megpróbáljunk egy ilyen izajét, ez hogy működik? Van nálam három pillanat, hadd próbáljam már meg, ez hogy működik, hogy... És jobb gombot, vagy mit kell rajta nyomnom, vagy... Lockpicking, és akkor mennyi? Mi lesz akkor, hogyha nem sikerülhet? De hát figyelj, ki is csapom. Oké, okay, és akkor... Annyira sikerült. Jó van, üssük ki. Bocsod, hogy ez ilyen tökölős, de kipor be van szarván, mint a szar. Kellene csinálnom szenet egyébként, vagy kellene gyűjtenem szenet. Tudod, a fánkból, legegyszerűbb. Úgyis ott lesz a bejáratom, és oda akarok egy lehajtót is. Mármint ilyen aszfaltozott utat akarok a épülete elé. Ha van egyszer. Ó, bazze. Na, valami jó út legyen legalább. De egyébként még nincsen kipucolva a terület. Remélem, hogy még... Várj, nem hajnali négy előtt kell végezni? Remélem, nem. Gyorsan húzzunk bele akkor. Gyorsan, akkor megyünk le aztán, kipucoljuk a bivak lighting armor, tök jó, wow, van itt minden, mint a bucsóba, és mindent fel tudtam menni, de jó. Na, gyorsan ki kellene pucolni, ami esetleg még elmaradt. Várjátok, merre lehetne? Itt vannak a kis köcsögök, várjál ma. Jó, egyet kizöttem legalább. De esélyes, hogy a létrán fel fognak jönni, nem? Nem, ez valamit, de csak egyedül van? Jó. És
Még mindig nincs kipucolva, úgyhogy még vannak. Picit húzzunk be. Ja, mutatja is 17 méter a 13 méterre. Megvan gyerekek, megcsináltuk bassz. Megcsináltuk. Tök jó voltunk. Büszkék vagyunk magunkra, megcsináltuk a küldetést is. És egész jó veszteségek nélkül, meg ugye egész szar fegyverekkel. Mondjuk arra nem vagyok büszke, hogy egész szar fegyverek voltak. Ja. És itt volt egy ajtó, de föl lehetett volna jönni, de egy akkora csapda lett volna, mint a szállat. De jó! A hópazat maradt. Jó. Tök jó volt, nagyon tetszett. Várjátok, akkor itt le tudnék menni. Le tudnék menni, nem? Oké. Oda, oda, ki. Oké. El lesz. Mehetünk oda. Tök frankó voltunk. Jó, lehet, hogy nem 100%-os lootolás volt. Sőt, biztos. Júj! Hát ez igen, most ez... Megint parkörbe mentünk át. Jó, figyelj, hajnal hasadta. Még futnak a zombik, úgyhogy kicsit azért óvatosba toljuk. Na, oda mentem a pokorérbe. Megcsináltuk, gyerekek, megcsináltuk. Mehetünk is haza igazából. Szerintem. Tök jó. Ne tudunk a trader, de ugye a trader az majd 6-kor nyit, úgyhogy egyelőre megyünk haza. Arra sem megye meg, hogy megdobja, hallod? Megdobja ez a hülye, ez egy patka. A 6. kört megyem. Megyem. Merre menjünk? Óvatosban minek siessük? Körülnézünk. Éjszakai motoros. Ilyenekek, az éjszakai motoros. Teljesen frankó voltunk. Így, bírtam nagyon. Megyünk itt az úton végig, aztán majd meg vagyok valahogy. Hát tök jó volt. 700 méter, de ugye nekünk haza kell menni konkrétan, mert nem tudunk traderhez menni ilyenkor. Sajnos még egy küldetésre tudunk felvállalni, de nem nagy gond. Egy küldetést megcsináltunk éjszaka, itt rottelőtösen kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a reward. Annyit fogok csinálni, hogy vissza fogok jönni reggel mindenképpen. Azt hiszem, hogy már csak még egy éjszaka, hogy minden nap frissülnek a küldetések, mert akkor nem biztos, nem muszáj éjszakait csinálni, ugye? Most ugye előbbre vagyunk ennyivel. Nem tudom, hány darab küldetést kell megcsinálni ahhoz, hogy meglegyen a... Ja, nem is... Már át kell mennem itt? Hogyha erre elmegyek, akkor itt nem... Át kéne menni, mert így... Mégis csak jobb. Nem jobb, de talán gyorsabb is. Valahogy át kellene... Ajaj. Lehet, hogy ez... Nem jó élve hagyni. Lehet, hogy nem volt jó élve hagyni, mert fut utána, de nem jó. Oké, okay. Ja, zabálja az üzemanyagot, úgyhogy lehet olajpalával nekiállok üzemanyagot készíteni. Jó, itt az meg viszont fel tud menni ilyen jó menedek helyeken is. Tök jó, éjszaka is tök jó élem a helyzetet. Egy-két dologra kell figyelni például ugye, hogy futtak a zombik. Úgyhogy viszonylag gyorsan közlekedjünk. Zárva a trader sajnos. Jó, hazamegyünk, aztán nekiállunk kizét. Dinamitot. Y4-ek a dinamitot? Nem is tudtam. Na várjatok. Hadd rakjam vissza a fényeket, mert valami sötét a képer. Megnyugodtunk. Nagyon nagy loot nem volt, viszont nagyon érdekel, hogy a trader mit fog adni. Ilyenkor most már a trader jobb dolgokat ad, mint a lootok, amik vannak. Várj, attól van megütni. Nem hal meg. De szerintem besebződött. Tök frankó volt. Egyébként tényleg most már olyan szinten élhető a játék, hogy nem is nagyon parádok. Jó, itt a küldetés alatt azért volt bajom. Van csak annyi, hogy nem akartam kit megdögleni. Ezért kell garázs, mert akkor ilyenkor szépen oda begördülnek, aki jön utánam zombi, azt mondjuk valami csak, de elkapna, az csak. Nem? Ja, ezért kell, lehet, hogy neki is, nem is tudom mennyi ezért van, puskaporom van. Hello, well. Ujjaj. Ez lehet, hogy hülyeség volt, nem látok semmit. Hoppá.
Az autó biztos jobban méri, meg helikoptert azt élném, mert az valószínűleg... A madarak azok megtámadják a helikoptert? Az mondjuk egy kicsit kellemetlen lenne, mert nem tudsz kilőni belőle, nem? Ha madár megtámadja a helikoptert, akkor van baj. Na úgy akarom megcsinálni, hogy itt az útat majd így elviszem jobbra, és akkor egy ilyen központi lehajtó be fog menni a bázisom alá. Csak az a baj, útban van ez a nagy kotla itt. Jó, hát kin is vagyom a motor. Ja, szar meg vigyem be. Nincs benne semmi. Oda letámasztottuk. Ja, oké. 3 óra 37. Kellene csinálnom egy dinamitot. Megnézzük, mi kell hozzá. Az a baj, hogy duct tape kell ahhoz, meg glue kell. Úgyhogy az azt utálom. Jó, van glue. Ja, tele vagyok minden szarra. Ja, várjál. Eladó cuccok. Egyébként az eladó cuccok nagyon szoknak jönni ilyenkor. Van egy darab ülő. Minden egyben van ülő, nem valószínű. Hát akkor dobjunk be egy ülőt valahova. Miért nem engedi? Ez miért nem engedi? Mert fa van nálam, vagy mi? És komolyan, miért nem engedi? Várjál. Lehet, hogy azért nem engedte? Jó, átbeberaktuk. Oké, na! Akkor, együnk egyet, mert méne. Fú, meg mi van egy csomó... Na, ez különben nem rossz az armor, 3-as. Ez a military vest, ez nem lehet rossz 6-osan, nem? Mert valószínűleg jobb lenne, mint az enyém. 6-os, igazából 6-os cuccok, mert ugye tök jó a stamina regje is, mert stamina vesztesége is, a mobilitása is sokkal jobb, a noise-a is, ugye nem csörögzörög, úgyhogy lehet benne lopakodóskodni. Úgyhogy jobb lenne, ilyen armor kellene 6-osba. Várja, egyébként ez mennyit ér? Mert az eladó cuccokhoz? Egy jó, nem. Berakjuk a páncélhoz, meg majd akkor átnézzük az ilyen dolgokat. Eladó cuccokhoz menjenek ez. Igen, ezt meg mondtátok, hogy ezzel ki tudom rabbantani az ilyen idejét. Block damage 3000, ezt máshol nem tudom rakni? Figyelj, ezzel nem tudom felrobbantani ezt a izét. Ilyen azt hiszem van egyébként egy csomó, várjátok, pakoljunk azért ki ma. Van egy 6-os ilyen, nem ér valamit? Ez lószak se ér. Jó, ezeket kipakolom, és ebből van azt hiszem egy csomó, nem? Igen, ezekkel nem tudok blokkot robbantani, na majd mindjárt megpróbáljuk. Fegyver van-e valami? Ezt leszkrepelem. És hajnali 4 van, jaj, de jó, nagyon élvezem. Itt volt még szkrepelni való. Oké. Nézzük a gyógyszerbe az olyan dolgokat, hogy ezt is leszkrepelem a szarba. A gyógyszerbe berakjuk ezt, meg ezt, meg ezt. Egyébként igen. Ez meg mindjárt elmúlik, tök jó, minden szuper. Az egyéb krab, van egy csomó térképe, vagy egyébként ezeket is érdemes lenne. Figyeljetek, lehet, hogy rá kéne állni gyors az összes kincset kiásni, ahhoz mit szólnátok? És akkor lenne abból egy csomó eladó cuccom. Nem, úgy, fú, az is jó lenne. Már elektromos, van egy csomó lámpám egyébként, meg switchem, meg minden, ebből lehet, hogy tudnék csinálni ezért. Hú, gyerekek, nagyon sok mindenem van, nagyon sok mindenem, amivel azt sem tudom már, mit kezdjek. Robbantani is kellene, figyeljetek, lehet, hogy kellene csinálnom egy maratont, úgyhogy az összes térképet magammal viszem, és akkor összeszedem az összeset, nem? Az is egy jó megoldás lenne. Eladó cuccok, volt itt 12 az is, ez például tök jó tér. Van stone-om. Van rezem nincs. Rezem pont nincs, ez pont meg a vas előtt áll. De egyébként tök jó, hogy mindig félre megy. Mindig azt hiszem, hogy nem, aztán kerül be. Jó, akkor a fa. Helyen? Fa. Fegyver alkatrész. Ja, ezért kellene készítenem. Ez egyéb craft brakom. Mert már mindenben van. Már van 2 darab ujjelem. Egyébként ez azt hiszem, ez elég drága. Ja. Jó, van modifikáció, nagyon jó. Jó, ezek meg maradjanak, kajapia nem olyan nagyon fontos, és az egyéb kropba berakom, már megint van egy ilyen csípőfogó. Ilyen csípőfogó hegyeim vannak. Jó, akkor a dinamitot kellene megnézni. Azt kipróbálnám. Dinamit. Fiber van, lehet, hogy az meg pont nincs. De van, oké. Jó, de jó. Akkor van gunpowder, duct tape és papír. Az egyéb krabból ki kell venni ezt. Van papírunk? Van papírunk. Van gunpowderünk. Meg ezt is megnézem, hogy ez működik-e.
Van egy kicsi powder. Mi kell még? Duct tape kell, viszont tap meg kell csinálnom akkor. Szélves kapdóval rongyacska és... Duct tape. Mondjuk csináljunk egy... Nem is tudom mennyi kell a dinamithoz. Hány kell? Kettő kell, akkor 20-at. Oké. Csináljunk egy 20-at. Majd csináljunk ragasztót, nem kell beijedni, jó. És akkor meg tudom csinálni ezért dinamitot, és kipróbáljuk. Addig, amíg, várj, amíg majd lekraftolja a dinamitot. Addig. Hat. 8. Mi hiányzik? Miért 8? Ja, izé, gunpop darab. Na mindegy, oké, rendben. Ezt kíváncsi vagyok, ez a szar, ez mi? Nem jövök rá. Ezen tudok robbantani? Ez hogy működik? Hú, ezt még soha nem próbáltam, baze. Ezt le tudom rakni és tudom időzíteni, vagy hogy van? Na várjál. A motoromat odébb vigyelem? Lehet, hogy odébb kéne gördülni, nem? Ezt el kellene tüntetni innen. Mennyi idő? Mennyi trombolt ez rajt? Ez meg se kottyad neki, gyerekek. Hát és ő, ezzel nem megyünk a bucsukba. Vigyázz onnan, hülye! Baj. Ez nem egy olyan erős. Mennyi? Mi van? Ez nem mondod, hogy meg se kottyad neki ennyi. Na kíváncsi vagyok a dinamitra. Elvég a dinamit az csak fog valamit trombolni rajt. Hallod, ez nagyon gyenge. Na van, hadd dinamitom. Na erre kíváncsi vagyok. Ezt nem vágom azt, hogy akkor ez hogy működik. Az valaki ma írja meg ma, mert nem, tényleg nem értem. Ez hogy kell? Jobb bal gombbal meggyújtom, jobb gombbal eldobom, vagy hogy van? Nem, fölrobbantom magam. Képes vagyok rá. Na várjál már. Tetejébe kellett dobni, vagy valami, nem? Várjál. Mindjárt. Közepébe kérem dobnom. Lol. Na, ezt kíváncsi vagyok. Ölt a fiú! Mit csináltál ki itt? Ez most vég. Szerintem ez ne végett. Csak eldobtam. Akkor bal gombbal dobja el, jobb gombbal gyújtom meg. Van a zsebemben meg felrobban vi. Na, meg még nagyon vihar legyen. Nagyobb gomb. Ujjjjj! Ujjjj, bozo, ez kráter csapott. De jó, ez jó lesz. Valamit alakít. Alakít rajt. Aha. Jó van, alakul. Jó van, alakul ez gyerekek. Azt a betyár, hallod. Mennyire verte le ezeket? Jó, felére leverte. Egyébként ez a sival fel lehet robbagatni. Tök jó. Jó van, gyerekek. Csak nem kéne ilyen nagy krátert csapni neki. Ó, tök jó. Itt be is tudnám dobni majd. Na jó, gyűjtünk majd izét. A következő részbe viszont várjál ma. Nincsen, mi az üzemanyag? Nem mondod? Miért nem szólt előbb, hallod? Mi ez a robbanás vagy, vagy mi van? De egyébként miért nem szólt előbb ez a hülye? A gyerekek, figyeljetek! A következő szituáció, elbúcsúzom. A bassza mekkora krátert ide csapattam. Jó, hát úgyis készül majd a birtok. De vigyázz nekem, hogy ne ilyen rohadt nagy krátereket csapjak. De Jézus Isten, mit vágott ide? Ja. Kicsit meggyengítem, azt a maradékat majd elpusztítom innen. Na, akkor elbúcsúzom, és a következő részben megint egy érdekes dolgot talált ki a Keeper, amit meg szeretne valósítani. Úgyhogy
Gondoljátok, tartsatok velem. Már tankolom is a motort, mert el fogunk menni valahova. De ígérem, hogy fogjuk csinálni ezt a dolgot is. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsubi, csők!